közeledik a hideg idő, és azokat a növényeket, fákat, bokrokat, amelyek érzékenyebb a hidegre, muszáj valamiféle védelemmel ellátnunk. Ezek többfélek lehetnek. Lehetnek egész egyszerűen a gyökér környezetére, vagy a gyökeret védő borítások. Ezek olyan juta vagy egyéb anyagból készült filcszerű dolgok, amik aztán persze leterheléssel ellátva, amik aztán védik a gyökérzónát. És lehetnek olyan tekercsehető valamik, amiket a növények szárára tudunk tekerni, és ebből különféle méretek léteznek, tehát egész nagyok, akár a lombozatot is be tudjuk vele borítani. Mindenesetre tegyünk olyan bundát, téli bundát, védelmet azokra a növényekre, amik érzékenyek a hidegre, ami a kertünkben megtalálható, és tényleg olyan, amire kicsit oda kell figyelni. Ha már nagyon sok növény lehet fagytűrő változatban kapni, de ennek ellenére tegyünk plusz védelmet, ahol csak lehet, mert ez meghálálja magát, tavasszal nagyobb erővel, jobb erővel kezdenek növekedni, virágozni ezek a fák, gyümölcsfák, bármi.